Azt mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk. Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább megyünk. Itt van a város. From Budapest, city of blood and bravery, tragedy and hope, come the first pictures of the battle which has shaken the world and of its aftermath. Here, in a few fierce days, the post-war drama of Eastern Europe reached its climax. Tanks fought against civilians and army against secret police, where a few days ago all had seemed quiet on the surface. It may be on your side, or it may not. For many days, the fighting continues with now the government, now the insurgents gaining the upper hand. Running battles rule from street to street. But as the toll of dead and wounded grows heavier, it becomes the desire to get rid of the Russians and to work out their own destiny as a nation. Hated even more than the Russians are the Hungarian secret police. And they can expect little mercy when they are caught. Only history will show how much the machine they built was responsible for Hungary's disaster. The extent of the country's failure is symbolized by the piles of communist literature which lie burning in the streets. Refusing to live under Soviet tyranny, refugees stream into Austria. They flee with little more than the clothes on their backs. At journey's end, they can smile again. Border guards beckon the refugees on as they brave the quicksand of an icy quagmire. The Russians have blockaded highways and destroyed bridges in a desperate effort to halt the mass exodus. But in 6 weeks, 120,000 Hungarians slip out of their troubled homeland. A flag marks the border as the flight to freedom goes on. Carrying his son on his back, a father struggles through the shoulder-high marsh grass. Traveling day and night in freezing cold, the refugees stumble, numb and dazed, onto Austrian soil. By cover of night, other Hungarians make their escape on a tree trunk spanning a 14-foot border canal. Eager hands reach out to pull each refugee to safety. An endless flow of displaced and homeless, fleeing the black night of Soviet terror. Overloaded and adrift at sea. Austrian relief agencies provide transportation to 63 refugee camps, where the uprooted Hungarians are housed and fed. None are turned back despite crowded conditions. Out of the tragedy of Hungary has come an international mercy mission that knows no boundaries and no limits. And now how do you feel? Daily in Vienna, trains wait to take the children of Soviet oppression to a new home and a new life. This train is bound for Switzerland, where officials ask only two questions, name and birth date. Yesterday's suffering is eased by the hope of tomorrow. Died to find peace. Italy's asylum system is... The problem is lack of political will. We cannot look at Syria and the evil that has arisen from the ashes of indecision and think this is not the lowest point in the world's inability to protect and defend the innocent. And while these debates are important, I also urge the Security Council to visit Syrian refugees, to see firsthand their suffering and the impact it is having on the region. Those refugees cannot come to the council. So please, will you go to them? Különleges vonzerőt jelent az illegális migránsok, a kalandorok és a bűnelkövetők számára is. Az arab tavaszt és Szíriát említette Pintér, mint az illegális migrációt ösztönző tényezőket. A háború és a kínzások elől menekülőket pedig összekapcsolta a szervezett bűnözéssel. Hiába mondja az UEFA, hogy respect, meg mankind, meg friendship, meg hiába mondják az emberi jogi szervezetek a nagyon szép szlogeneket, ettől függetlenül maguk a
menekültek, azok nagyon rendkívül békétlen emberek, legalábbis ebben az értelemben. Február óta a hivatalos statisztikák szerint Magyarországra elsősorban tényleges háborús menekültek érkeznek, akik az ottani borzalmas állapotok miatt nagy számban hagyják el a lakóhelyüket. Az előző évben 43 ezer menedékkérő érkezett Magyarországra, és ebből a 43 ezernek a 90% az néhány napon belül elhagyta az országot nyugat felé. Ezek az emberek nem maradnak itt. Ha bezárnánk őket ténylegesen úgy, ahogy ezt a kormány hivatalos álláspontja szeretné, kérdezem én, hogy hova tudnánk mondjuk 40-50-80 ezer embert egy évben bezárni, miközben most kb. 400 fő a menedékültügyi fogdák befogadó kapacitása. Na most, hogyha ezt a rendszer tovább folytatnánk, akkor most már nem néhány ezer, hanem idén lehet, hogy akár 70-80 ezer embert kellene a magyar adófizetők pénzén, súlyos emberi jogsértések árán hónapokon keresztül jegelni. It was their first time on an ocean-going vessel. And to the younger ones especially, this was just the greatest adventure ever. On to a ship moving out of Bremerhaven. These were the lucky ones, and gradually the mood lifted. Bon voyage, they waved at themselves. Happy trip to a happier new world. And things began to get a wee bit rougher. It came on gradually. The bow moved up and down into the water, and white caps speckled the sea. And all of a sudden, everybody grabbed for something steady. In the years to come, it is safe to say, the Hungarian refugees will hear the name Brooklyn in many other connections. But on the first day of January 1957, the new year, Brooklyn's pier meant arrival in the new world. Those who couldn't walk, but arrangements had been made to receive them. Buses were ready to carry the refugees to Camp Kilburn, a trip of little more than an hour from McGuire. Kívánok, Isten hozta, menjenek be az épületbe. Jó reggelt kívánok, megérkeztünk, hála Isten. Isten hozta. Jó reggelt kívánok. Ismétlen, karikát, lejke, karikát, lejke. Back in Austria, not far from the Hungarian border, the temporary centers were still crammed with refugees anxious to move on. But
Magyarországon 535 ember kapott engedélyt ott maradni. 535 a 42 ezerből. Nem azért, mivel Magyarország nem adott volna több embernek engedélyt, senki nem akar ott maradni. Mindenki megy tovább Svédországba, Németországba. Tehát Magyarország regisztrálja az embereket, akik bejönnek a határon, és eltűnnek az emberek egy-két hét alatt. Ezek nem maradnak Magyarországon. 535 ember hátán próbál politikát csinálni a Viktor Orbán, hogy belebeszélje az embereknek, hogy félni kell ezektől a menekültektől. Ez főleg azért fájdalmas, mivel az én apukám 56-os volt, őt nyílt kezekkel fogadták, mint menekült akkoriban, először Ausztriába, utána Hollandiába. Én nekem azért tudok mai nap itt lenni, mivel meglettek adva a lehetőségek az én apámnak, mikor ő volt a menekült. És hogy Magyarország, aki még nem régen szabadult fel a kommunista, nem demokrata szisztémából, hogy 20 év, 25 évre rá már ennyire gyűlölettel lehet nézni azokra, akikről tudjuk, hogy nem szabadságba élnek, és el kell menekülniük. Ha nem tudunk a menekülteknek egy biztos hazát adni, amíg tart a háború, hogy addig legalább hadd lehessenek az Európai Unión belül, ez nagyon szomorú. Mind, aki jó volt, elment rég, senki sem mondja, hogy játszak még, senki se kell. Mind elment, túl nagy a zaj, ott kint, s itt bent. Nincs diadal, nincs taps és fény, éjszaka lett a legvégén. Semmi se kell, így van jól, nincs takaró a hangokból. Éjszaka lett, így van jól, nincs diadal a hangokból. Ahogy múlik az éj,
ahogy fölkel a nap, a fény belopózik a lombok alatt, ahogy tágul az ég, és a völgy puha zöld virágait végre kibontja a föld. Valahol gyönyörű nyár van, valahol Európában, valahol hazafelé mindig a nap elé úsznak a kifakult lomha folyók. Ahogy múlik az ég, ahogy fölkel a nap, a gyűlölet végre a múltra marad, és a fák, a vizek, és a tétova szél, s a néma hegyoldal is újra beszél. Valahol gyönyörű nyár van, valahol Európában, valahol egy zenekar éhes és fiatal újból játszani kezd. És jönnek a hírre a rongyos, fáradt emberek. Valahol Európában, valahol Európában, valahol gyönyörű lesz még a nyár. When you came in.
Azok nagyon rendkívül békétlen emberek. Shine in me. Please set me free. Let the love shine in me.